Sziasztok! Ez a Hogyan spóroljunk, illetve miből utazunk című videó sorozat második része. Ha még nem láttátok esetleg az első részt, ez az előző videó, akkor ajánlom figyelmetekbe, ha gondoljátok. Igazából, ahogy már most is elmondom, és ott is elmondtam, én nem másoknak akarok tanácsokat osztogatni, hogy hogyan spóroljanak, illetve miből tudnak esetleg több pénzt összeszedni utazásra, hanem azt mondom el, hogy mi miket csinálunk. Ebben a videóban most kísérletet teszek megint arra, hogy pár spórolási tippet megosszak veletek, de előtte hadd köszönjem meg azt az elképesztően sok pozitív visszajelzést, amit kaptam tőletek. Ez valami elképesztő, tehát annyira jó fejek és kedvesek vagytok, hogy arra nincsenek szavak. Nyilván mindig vannak olyanok, akik csipkednek, de nem érdekes. Az a lényeg, hogy 99%-ban pozitív visszajelzések érkeztek, és nagyon-nagyon örülök és boldog vagyok, hogy ilyen társaságba kerültem, mint amilyenek ti vagytok, mert ez ahogy ti viselkedtetek velem szemben, ez olyan szinten építi az embert, mint semmi más. Nincs az a terápia, ami ilyen töltést és ennyi szeretetet adhat az embernek. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon remélem, hogy én is tudok adni, illetve mi is tudunk így a videókon keresztül adni nektek annyi szeretetet, amennyit most tőletek kaptunk, mert ez továbbra is csak azt mondani, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen fantasztikus emberek vagytok, és nagyon örülök, hogy tetszettek nektek az ötletek, hogy esetleg nagyon sokan írtátok, hogy kipróbáltok néhányat közülük. Nem csak itt a YouTube-on, hanem a TikTokon is nagyon-nagyon sok visszajelzés érkezett, és egyszerűen én nem is gondoltam volna, hogy így felrobban ez a téma, hogy ennyire tetszik nektek. De nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire hálás vagyok, hogy ilyen embereknek beszélhetek, mint amilyenek ti vagytok, mert így megéri abszolút, hogy ilyen értőfülekre talál az, amit el szeretnék mondani. És remélem, hogy ebben a videóban is tudok majd hasznos tanácsokkal szolgálni, de továbbra is mondom, hogy nem osztogatok tanácsot, mert nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy én ehhez olyan nagyon jól értek. Én csak azt mondom el, hogy mi mit csinálunk, és hol fogjuk meg a pénzt, mert én azt gondolom, hogy akármennyi pénze van valakinek, akkor is takarékosan kell élnie, mert egész egyszerűen csak annak van értelme, hogyha okosan és átgondoltan élünk. És még egy nagyon fontos dolog, tudjátok jól, hogy a gyerekek azok abszolút a szívügyeim, tehát ezt tanítod majd a gyerekednek is. Ennél fontosabb és értékesebb tudást nem tudsz átadni a gyermekednek, mint azt, hogy megtanítod őt, hogy hogyan éljen jól, hogy hogyan ossza be jól a pénzét, mert ez az egész életére hatással lesz, hogy az a pénz, amit majd megkeres, az hogyan tudja a lehető legjobb módon felhasználni, úgy, hogy okosan ossza be, és mindenre jusson, amire majd kell. És mondom, ez totál független az anyagi helyzettől. Vannak olyan ismerőseink, akik bizony elég jól állnak, nálunk sokkal jobban. És mégis takarékosak, beosztóak, és nagyon átgondolják, hogy mit vesznek. Lehet, hogy utána vesznek majd egy jachtot, vagy tök mindegy micsodát. És tudod mit? Vegye. Megérdemli. Viszont olyan dolgokra nem költenek, amikre nem szabad, vagy szerintük nem tanácsos költeni. És főleg nem vesznek olyan élelmiszereket mondjuk, amik mondjuk túlárazottak, és nem is túl egészségesek. Na jól van! Szóval én azt gondolom, hogy ez az útravaló, amit a gyerekeinknek adhatunk. Ez a lehető legértékesebb, mert ez is a szeretetnek egy nagyon okos formája. Na nézzük akkor a mai témát. Ugye az előző részben beszéltünk olyan tételekről, amiket nagyon sokat meg lehet spórolni, például ugye a kávé, a fodrász, a dohányzás, az italfogyasztás, a zappehely, ez a paprika krém, ugye, sok kicsi sokra megy, a ruhák és a sminklemosás a végén, ugye? Na most ebben a videóban szeretném az ételekkel kezdeni. Hát ugye azt nyilván senkinek nem kell mondani, hogy az ételeken iszonyú sokat lehet spórolni. Én legalábbis azt gondolom. Például kezdjük az ételrendeléssel. Mi nem rendelünk ételt, gyakorlatilag soha. Nem, amikor covidosak lettünk valamikor 2 évvel ezelőtt, vagy 3, én már nem is tudom mikor volt, szerencsére már túl vagyunk rajta régen, ugye? Akkor kezdtünk el, mi sose voltunk nagy ételrendelősök, egyébként tényleg, de akkor ugye kénytelenek voltunk, mert nem léphettünk ki a házból ugye 10 napig, hát meg kellett oldanunk a bevásárlást és az ételeket is
Tehát, hogy valahogy készételt is rendeltünk az interneten. És az elején olyan jó érzés volt, tényleg, hogy fú, minden házhoz jön, a friss élelmiszer is, és a kész étel is házhoz jön, hú, hát ez mekkora király dolog. Egészen addig, amíg össze nem gyűjtöttem a számlákat, blokkokat, és összeszámoltam, hogy röpke 10 nap alatt mennyi pénz ment el ezekre a dolgokra. Hát elképesztő. Tehát nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy az az étel, amit helyetted készítenek el, az sokkal drágább lesz. Mert az sem dolgozik ingyen, aki neked elkészíti, és aki kihozza, ő sem. Tehát ez normális dolog, hogy ők ezért pénzt kérnek, nem ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy igazából ezt én is meg tudom csinálni. Tudom, elfoglaltak vagyunk, mindenki dolgozik, és szalad jobbra-balra, és ezért nehéz. Én azt a tippet szoktam, illetve azt a trükköt, azt a metódust szoktam alkalmazni, hogy én sok ételt főzök előre. Például vegyük a bolonyai ragút. A bolonyai ragúból meg lehet egyszerre főzni 2-3 kilót, mondjuk jó nagy fazékkel hozzá, de kinek mennyi van, meg mennyi húst akar egyszerre venni. Én olyan 2 kilót meg szoktam főzni egyszerre. Hát kiváló, a bolonyai ragunál egyszerűbb étel nincs a földön. Én kicsi tálkákban, illetve ilyen kis tárolókban lefagyasztom, 1 vagy 2 adagosan, és be a fagyasztóba. Elképesztően megkönnyíti a dolgunkat, sőt, tovább megyek, főtt tésztát is le lehet fagyasztani. Nem tudom, hogy tudtátok-e? Én nem tudtam egyébként, és utána néztem, igen, a főtt tésztát is le lehet fagyasztani. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha ilyesmire támad kedve a családnak, és hazajöttök valahonnan, és nincs idő főzni, elő kell kapni a tésztát megfőzve, a húst megfőzve, rámehet egy kis paradicsomszósz, sajt, és kész az ebéd. Szóval ilyen módon elképesztően sokat lehet spórolni, rengeteget. Miért is vagyunk hajlamosak többet költeni annál, mint amit szeretnénk? Azt ugye mindig halljuk, hogy ne menjünk éhesen vásárolni. Egyébként tényleg már. Se éhesen, se szomorúan, se mérgesen. Menjünk úgy vásárolni, hogy boldogok vagyunk, vidámak, és jól laktunk előtte otthon. Ezt tudom, hogy furán hangzik, mert ezt néha nehéz így megállni. Viszont ha éhesen megyünk vásárolni, akkor tényleg minden erőnkre szükségünk lesz ahhoz, hogy ne vegyünk meg mindent. Mert abból, amiket éhesen belepakolunk a kosarunkba, annak az 1/3 vagy 1/2 termék is elég lenne ahhoz, hogy már ne legyünk éhesek, de mi azért megveszünk belőle 6-ot. Na most, hogyha a másnap vagy harmadnap az a termék elfogy, akkor ugye nincs ezzel semmi baj, de tény is való, hogy tudunk sokkal többet költeni akkor, hogyha éhesek vagyunk. És akkor, ha szomorúak vagyunk. Hú. A vigasztalásból elkövetett kajavásárlás, na az a durva. Simán leemeltem én korábban a polcról egy bolti tiramisút például, mert rossz kedvem volt, mert megbántottak, mert ez vagy az történt, és akkor leemeltem azt a kis pici tiramisút, mit tudom én, 1000 forintért. De akkor azt mondod, hogy én ezt megérdemlem, mert szomorú vagyok, mert ez történt, az történt, és most meg kell, hogy vigasztaljam magam. Igazából mondom, egyéni megítélés kérdése. Ha valaki azt mondja, hogy nekem igenis megéri az az 1000 forint, azt a tiramisút, vagy mit tudom én, mennyibe kerül, Akkor tegye, mert ebben nem lehet, mondom, tanácsokat osztogatni, hogy ki mit csináljon. Van, aki azt mondja, hogy nekem megéri. Nekem ott akkor, abban a pillanatban kell az a tiramisu, vagy az akármi, mert csoki, mert én azt szeretem. Én azt gondolom erről, és ki is próbáltam, már számtalanszor teszteltem, hogy nem veszem meg a bolti tiramisut. Tudjátok, mit veszek? Megveszem az alapanyagot. És a tiramisu elkészül itthon, a konyhában. Tudom, mit mondtok, hogy persze könnyű ez, hiszen a tiramisut el kell készíteni. A másikat, a boltit, azt csak feltépjük és megesszük. Értem én. De melyik okoz tovább örömet? Én azt gondolom, hogy a bolti tiramisut, ha feltéped a tetejét és megeszed, az 3 perc. 3 percnyi boldogságot kapsz, és fájdalomcsillapítást. Ha magunknak készítjük el a tiramisut, ami egyébként a világ egyik legegyszerűbb desszertje. És tudod, mi a jó benne? Hogy közösen el lehet készíteni. Közösen? A családdal. Az az igazi öröm. Én legalábbis ezt tapasztalom, és ezt vallom, és ebben az egyben merek is tanácsot adni bárkinek, hogy nem a 3 perces tiramisu élmény és fájdalomcsillapítás, ami a boltból származik, nem az az igazi, hanem az a tiramisu, amit amikor hazajössz, akkor a családoddal, a barátaiddal, vagy akár a szomszédot is áthívhatod, tök mindegy, de ha magadnak csinálod meg, mert már erre is volt példa, hogy egyedül voltam akkor éppen, és egyedül csináltam meg,
nem tök mindegy, bekapcsolok egy jó zenét, vagy elindítok valami filmet, és közben jól szórakozom, akár egyedül is. De ha a család együtt van, és együtt készítitek el azt a tiramisút, tök könnyű, és még a gyerekek is élvezni fogják, akkor az nem 3 percnyi tiramisú, hanem 1 órányi, vagy 2 órányi. Attól függ, hogy mennyi ideig tevékenykedtek a konyhában, és utána mennyi ideig tart elfogyasztani, és utána ott maradtok-e még a konyhában, és csináltok-e még valami mást is. Nekem ez a boldogság. A konyha. A konyhában való. Nem azért, mert ott kell lenni, hanem mert egyszerűen az a különbség, hogy 3 percnyi boldogság, vagy 2 órányi, 1 órányi a családdal, a konyhában, amíg elkészítitek, és utána megeszitek, az a tiramisu, az tartós boldogságot hoz. Ennél nincs nagyobb, ezt mindig szoktam mondani minden videóban, még a slime-osokban is, hogy amennyit csak tudtok, legyetek együtt a családtagjaitokkal, a barátaitokkal, mert ennél jobban semmi nem tölti fel az embert, és ennél jobban szeretettel töltekezni nem lehet. Az, ha magadnak készíted el, az azért anyagilag is kevésbé fáj, mert azért nyilván sokkal kevesebbe kerül megvenni azt a mascarpone-t, azt a tojást, meg a babapiskótát és a kávét, mint megvenni a kész tiramisút. Nálunk a tiramisu egyébként családi eledel. Minden egyes bulin van tiramisu. Ha véletlenül nem lenne, vagy nem jutna eszembe, akkor vagy a gyerekeim, a családom, a barátaim biztos, hogy figyelmeztetnek, hogy ugye lesz tiramisu. Nem tudom, nincs semmi titkom, és nagyon szívesen leírom ide a videó alá a tiramisu receptjét, semmi titok nincs benne, de valamiért olyan elképesztően finom, és mindenki nagyon szereti, hogy ezt a tiramisut mindig el kell készíteni. Tehát nem 3 perces bolti élmény, sok pénzért, hanem 1 órás, 2 órás, és ugye az a tiramisu, amit otthon készítesz, az nem ekkora lesz, hanem egy ekkora, ugye? Tehát az még másnap, az még harmadnap is örömet okoz, sokkal nagyobb boldogságot okoz. És hogyha ugye a videó témájához visszakanyarodunk, akkor az ára meg aztán végképpen körülbelül annyiba kerül egy ekkora tál tiramisu elkészít, ekkora? Lehet látni? Ekkora tál tiramisu elkészítése kerül annyiba, mint a boltban egy kisebb dobozé. Nálunk egyébként a konyha a lelke az egész háznak, de tényleg. Mi nagyon gyakran rendezünk bulikat, és képzeljétek el, hogy ha azt tapasztalom, hogy én előtte 3 napig megfeszülök, és ételeket sütök, főzök, akármi, én majd megjönnek a vendégek, 5-10 perc alatt minden elfogy, és utána úgy néha azt veszem észre, hogy úgy leül a buli. Tehát úgy kipurcan. Ellenben, ha úgy tervezzük meg a bulit, hogy nincs kész a kaja, vagy csak kevés kaja van készen, és majd együtt készítjük el a vendégekkel, az olyan jó, hogy az hihetetlen. Ha még nem próbáltátok, ezt mindenképp próbáljátok ki, mert ennél nincs jobb. Tehát nálunk ugye a nappali az egy jóval nagyobb, mint a konyha. Mégis az összes ember, akiket meg szoktunk hívni vendégek, 20-25 fő, mert kb. Annyian szoktunk lenni, mindenki a konyhában tömörül. A konyha nem arra van tervezve, hogy 25 ember legyen benne egyszerre, de mégis annyi van benne. És jó, hogy annyi van benne, mert ott van a tűz, szó szerint régen ugye ott volt a tűz, meg hát ugye végülis most is. És az, hogy együtt főzünk, együtt sütünk, együtt kenünk kenyeret, akármit csinálunk együtt, az valami elképesztő boldogság. Van olyan barátnőm, akinek a férje be nem teszi a lábát a konyhába, a bulikon ő a főszakács. És saját jó szántából mindenféle kényszerítés nélkül megy be a konyhába, és csinálja azt, amit mondunk neki, répát pucol, vagy kenyeret vág, vagy akármit, teljesen mindegy. A közös ételkészítés az egy boldogságterápia. Ezt próbáljátok ki, ha még nem csináltátok. Ne hagyjátok egyedül az anyukát a konyhában, vagy az apukát, vagy a bárkit, akinek aznap dolga a főzés. Mert együtt egyre sokkal hamarabb elkészül, másrészt pedig olyan közösségi élmény a főzés, hogy hihetetlen. Nyugodtan be lehet, ha van a közelben tévé, vagy akár csak egy telefonon elindítani egy filmet, egy zenét, egy bármit, az valami őrület, mint valami... Tényleg, mint valami ilyen főzős buli. Maga a készítés folyamata, hogy együtt vagytok, összedolgoztok egymás keze alá, és közben mennek a nagy röhögések, és a sztorizások. A gyerekek, ez olyan, mint egy ajándék. A lista. Ha nem megyünk listával vásárolni, akkor ugye
hát impulzusból megveszünk ezt, azt, amazt, és sokszor jövünk ki úgy a boltból, ugye, hogy azt, amiért mentünk, azt nem vettük meg, mert elfelejtettük. Viszont, ha van listánk, akkor a lista alapján haladunk. Hát ezért még így sem biztos, hogy mi nyerjük a csatát, mert ugye azért a boltosok nagyon értenek ehhez, erre külön tudomány van, hogy hogyan kell úgy átrendezni, vagy berendezni a polcokat, hogy az ember a lehető legtöbb csábításba fusson bele a vásárlása során. Például itt nem messze tőlünk van egy olyan áruház, ahol elég nagy, ahol a tejtermékek nem egy helyen vannak, hanem a sajtok közvetlenül a bejárat mellett, viszont a joghurtok az áruház túloldalán. Tehát azt gondolnád, hogy a tejtermékek egy helyen vannak. Hogyha szeretnéd mind a kettőt, sajtot és joghurtot, akkor sétáljál. És azért sétálj, mert ugye közben meglátsz egy csomó egyéb dolgot, amit szintén ugye jó eséllyel beleteszel a kosaratba, vagy nem. Hát ez már a egyéni ügyességen múlik. Szóval én azt mondom, hogy egyfelől a lista nagyon jó. Én is szoktam listát írogatni a telefonomban, hogy mi az, amit feltétlenül meg kell venni, például azért is, hogy ne felejtsem el. Egy dolgot viszont sosem teszek. Nem döntöm el előre, hogy mit fogunk enni, mit fogok főzni. És méghozzá azért nem, mert az akciós pult az az én kedvenc helyem. Hát nyilván. Ha láttátok az előző videót, akkor már tudhatjátok, hogy én nagyon-nagyon pártolom ezeket az akciókat. Illetve igazából most már egy-két áruházban nem is azt írják oda, hogy akciós, hanem hogy ételmentés, vagy élelmiszermentés. Mennyivel szebben hangzik, ugye? Nem az akciókat figyeljük, és spórolni szeretnénk, vagy ebben de, hanem ételmentők vagyunk. És ebben egyébként van is valami azért, lássuk be. Tehát azért nem jó ételt kidobni, egyáltalán nem. Úgyhogy ha még picit lehet, vagy van még egy kis egy-két nap szavatossága, akkor bizony vegyük meg és együk meg. Szóval, lista is van, és megnézem az akciós pult kínálatát, illetve ha nem is feltétlenül akciós, de jó áron van, akkor azt is megnézem. És az alapján hozok döntést, hogy mi lesz az ebéd vagy a vacsora másnap, hétvégén, akármikor. Na most én belátom, hogy abba is könnyű belecsúszni abba a hibába, hogy ha akciós valami, akkor könnyebben megvesszük. Na itt kell nagyon okosnak lenni, meg nagyon észnél lenni, hogy csak azért, mert valami akciós, azért próbáljuk meg nem megvenni. Illetve valahogy én fejben lefuttatok egy programot, hogy mi az, ami az akciós termékek közül biztos, hogy kelleni fog. Például a hússal nagyon mellé nem lőhetünk, hiszen lefagyasztjuk. És akkor az fogyasztható bármikor. De például a tejtermékekkel már nem ilyen egyszerű a helyzet, mert az pár napon belül lejár, azt meg kell enni, el kell fogyasztani, különben megromlik. És hogyha hagyjuk megromlani az akciós árut, vagy bármelyiket, az a legnagyobb pazarlás. Az tényleg nagyon nagy pazarlás, pedig azt hiszük, hogy jót teszünk magunknak azzal, hogy akciós terméket vásárolunk, jót is teszünk, akkor, hogyha az tényleg elfogyasztásra kerül. Például a mosószer, az öblítő, az el fog fogyni, nyilván, tehát nem fog lejárni. Jó, valami lejáratat talán annak is van, de nem holnap után. Át szoktam nézni a hűtőt rendszeresen, hogy találok-e benne lejárt élelmiszert. Ha egyszer-kétszer ilyen előfordul, az arra lesz jó, hogy megtanítson minket arra, hogy mit ne tegyünk legközelebb. Én legalábbis ebből nagyon sokat tanultam, hogy időről időre átnézem a hűtő tartalmát, és megállapítom, hogy na ezt az ételt, ezt legközelebb hiába akciós, nem fogom megvenni, hiszen nem fogyasztottuk el most sem. Ami azt jelenti, hogy nem olyan étel az, amire úgy mindig rávetjük magunkat. Nálunk ez rendszeresen előfordul, hogy a mascarpone, vagy a nagy poharas tejföl, én azért nem veszek már nagy poharasat, csak akkor, hogyha ténylegesen tudom, hogy az egész el fog fogyni, mondjuk egy rakott krumplira, vagy ilyesmi. De ha nem, akkor nem veszek. Még akkor sem veszem meg a nagy poharasat, hogyha az akciós, vagy olcsó. Mert számtalanszor előfordult, hogy félig elhasználtuk, visszacsuktuk, és betettük a hűtőbe. Az nem fog nekünk rikoltozni, hogy hello, én még itt vagyok, és ki vagyok nyitva, és még ma még jó leszek, de már holnap nem. És már számtalanszor dobtam ki ilyen élelmiszert, ami megpenészedett úgy, hogy nem is tudtunk róla, mert szépen visszazártuk a tetejét, ugye, ez nagyon csalóka, mert azt hiszed, hogy az egy bontatlan tejföl, holott nem. Na most pedig a sok okosság után nézzünk néhány olyan élelmiszert, amiket én azért nem veszek meg, mert egyrészt nagyon drágák, másrészt a bolti verzió nem annyira jó és egészséges szerintem, mint az, amit itthon készítünk. Mondom, hogy miket fogok most itt
vagy elkészíteni, vagy bemutatni nektek. Mi nagyon ritkán veszünk chipseket, illetve olyan nassolnivalót, ami nem egészséges, túl sós, túl zsíros, viszont szeretjük ezeket, és ezért rászoktunk arra, hogy néhány változatát elkészítjük itthon, mint például ez, amit most láttok. Megvettük ezt a konzerv csicseri borsót, itt befűszerezzük, tettünk rá egy csirkefűszert igazából, fokhagymát, utána jön a bors, ezekkel utána jól összeforgattuk, hogy mindenhol érje a fűszerkeverék, de olyan fűszert tesztek egyébként, ami nektek tetszik. Utána az airfryerbe beletettük, picit meglocsoltuk olajjal, de csak kevéssel, ezt összerázogattuk, és utána kb. 25 percig sütöttük. Elképesztően finom lett, és a 250 g-os, vagyis 25 dekás konzerv csicseri borsó kerül pont annyiba, mint a 60 g-os snack változat, amit megveszel a boltban zacskóban. Most pedig megmutatjuk nektek, hogy hogyan készítjük itthon a házi gyümölcsfagyinkat. Eperből, megyből, egy kevés joghurtból, ami zsírszegény, és egy kis tejből készül. Itt kimértük a hozzávalókat, körülbelül 30 deka volt mind a kettő. 3 kanál zsírszegény joghurtot tettünk rá, és épp csak annyi tejet, hogy össze tudjuk turmixolni. Ebben a jó erős turmixban összeturmixoltuk, és tessék, ennyi az egész. Pár csepp édesítőszert is tettünk. És itt van a mi házi gyümölcsfagyink, aminél jobbat nem lehet elképzelni, mert annyira finom, és tudjuk, hogy mi van benne. És térjünk rá a kalóriára. Egy gombóc hagyományos fagyi 166 kalória körülbelül, ebből 30 kalória. Tehát 3 gombóc fagyi a hagyományos esetében kb. 5-600 kalória, a miénk esetében 100 kalória mindössze, nem beszélve az áráról. A házi fagyi ára 100 forint gombóconként, a legfrissebb hírek szerint idén a fagyizókban 5-600 forint sem lesz ritka egyetlen gombóc fagyiért.